Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Én még mindig szeretem őt, így hívom ezt a jóslást, és így írt kék pillangó. Ez a felvétel egy személyes jóslás kék pillangó részére. Kedves kék pillangó, üdvözöllek téged, ez a te videód, és mint írtad, te még mindig szereted őt, de ő mindig visszahúzódik, és nem tudod, hogy mit akar, mi a terve. Hogy alakulnak a dolgok, ezt megtekintjük most ennél a jóslásnál. Ott fent bal oldalon ez a kártya utal a jelenlegi helyzetedre. A négyes szám mutatja azt, hogy szükséged van a biztonság érzetére, nem csak az anyagiak terén, hanem a párkapcsolatban is. Itt a tűz eleméről van szó, amire a botok utalnak, és az mutatja a bátorságodat, az erődet minden kihívásoknál, és arra is, hogy kellene valami, ami téged most lelkesít. Akkor nem vagy olyan szomorú, és nem érzed fogva magadat, mert ha megnézed ezt a képet, ott hátul ez a négy bot mutatja a szűkös helyzetet, és pontosan ebből kellene kilépni, ami számodra akkor örömet jelent, és utal a felszabadulás érzésére. Ha téged gondolatban nagyon foglalkoztat ez a férfi, akkor úgy szorongva érzed magad, vagy szomorít téged, de ha el tudod magad foglalkozni valami mással, vagy találkozol barátnőkkel, és tudsz nevetni, élvezed az életed, akkor egészen más a fellépésed. És ő ezt látni fogja, ő érzi ezt. És én úgy gondolom, hogy akkor ő lesz bizonytalan, hogy mi van veled, előfordulhat, hogy te megismerkedsz valakivel, és ő nem akar elveszíteni téged. Légy biztos a dolgodban. És ahogy írtad, ő közölte veled, hogy most kialakulóban van nála valami, én ebben nem hiszek. Szerintem ő téged féltékenyé akart tenni. Ez a kártya mutatja a közeljövőt, de azt is, hogy mit tudsz javítani a dolgokon. Itt a kelyhek láthatóak, és az érzelmekre utal. Ő közölt valamit veled, és te úgy gondolod, hogy van egy hölgy a háttérben. Fordítsd meg a dolgokat. Mutasd ezt a könnyűséget, és ez legyen most egy tükör az ő számára. Ez olyan, mint egy tánc, zene, öröm, élet, öröm, vidámság, így kell, hogy lásson téged. Ő el fog bizonytalanodni, nem fog más nőkről beszélni, hanem ő úgy gondolja, hogy előfordulhat, hogy te ismerkedtél meg valakivel. Ilyeneket nem kell neki mondani, mert nem kell hazudozni. De ha látja azt, hogy te boldog vagy, akkor lesznek nála ilyen gondolatok, és akkor megfordul a helyzet, nyitottabb lesz érzelmekre, és ahogy a képen látható ott alul ez a gyümölcs, ez gyümölcsözni fog. Most megtekintjük az ő jelenlegi helyzetét. Itt ezen a képen látható az ördög. Itt vannak hamisságok.
az azt jelentheti, hogy ő megpróbál téged félrevezetni, de arra is utalhat, hogy a környezetében vannak hamis személyek, akik hazudoznak, becsapják őt. És most megtekintjük azt, hogy mi várható nála a közeljövőben, vagy milyen lépéseket tesz irányodba. Ez a kép mutatja nála a közeljövőt, vagy azt, hogy ő mit tervez. A 10-es szám utal egy új kezdetre, amikor egy új periódus kezdődik. Itt ezen a kártyán a kelyhek láthatóak, és az érzelmekre utal. Ő úgy érzi, mennyire fontos, hogy legyen az életében egy új kezdet, amire nem csak a 10-es szám utal, hanem ez a gyermek ott középen van egy szimbolikus jelentése, ami egy újdonságra, egy új kezdetre utal. De itt látható a család is, és itt vannak családi kötelékek. Lehet, hogy ez az ördög, ez a hamisság ott a családjában van, és emiatt ő valamit szeretne lezárni, és lesz itt egy új kezdet. És most megtekintjük a következő kártyát. Itt lent bal oldalon ez a kártya mutatja a gondolataidat, vagy azt, miről kellene elgondolkoznod. Itt az érmékről van szó, ez utalhat pénzügyi dolgokra, vagy a munkahelyedre is, de az érméknél belső értékekről is szó van, és légy magabiztos. Én ezt a kártyát úgy szoktam elmagyarázni, hogy ahol az érmék láthatóak, az olyan, mint egy feldíszített karácsonyfa. Ez a hölgy téged szimbolizál, és te csodálod ezt a karácsonyfát, és ezek az érmék más személyekre vonatkoznak. Te úgy gondolod, hogy mindenki jobb, vagy értékesebb, mint te vagy. Összehasonlítod magad másokkal. És itt hibázol, amit változtathatsz, ha letekintesz oda a mélybe, a földre, és ott van előtted, ott a lábad előtt egy érem, amit ezzel a tartással nem látsz. Le kell hajolni, azt felvenni, kezedbe venni, mert ez a tiéd. És az utal anyagiakra, valami javul a munkahelyeden, de azt is mutatja, hogy mennyire értékes vagy. Értékes vagy arra, hogy megkapd az élettől azt, amit szeretnél. Nem csak a munkádat illetően, hanem a párkapcsolat területén is. Te megérdemled azt, hogy megkapd ezt a férfit. Te megérdemled azt, hogy boldog légy a szerelmi élet területén. És most megtekintjük a következő kártyát, és az mutatja az érzelmeidet. Ez a kártya mutatja az érzelmeidet. Itt a tűz eleméről van szó. A tűz eleme mutatja a bátorságot, a lelkesedést, a szenvedélyeket, és ezt kellene élned. Vedd kezedbe a dolgokat. A tűz eleménél néha haragról van szó. De ne légy bosszus vagy dühös, hanem hagyd folyni az eseményeket, és legyen meg ez a magabiztos tartásod, hogy minden jóra fordul. Maradj ennél az erőnél, és itt kezedbe tudod venni a dolgokat, és irányítani az eseményeket.
Most megnézzük azt, hogy mi foglalkoztatja őt, vagy miről kellene neki elgondolkoznia. Ezen a képen látható egy hölgy, és megpróbál úgy mindent megfogni. Itt gyakran anyagiakról van szó, az mutathatja az ő ex-társnőjét is. De jelentheti az ő tartását, mert a kártyáknak szimbolikus jelentése van. Valamit ő fogva akar tartani, és emiatt nem tud előre mozogni. Itt fontos lenne ezeket a dolgokat elengedni, és észrevenni ezt a kincses ládát. A hölgy ölében ott van a kulcs, és ezzel a kulcssal ki tudná nyitni. Itt értékekről van szó, belső értékekről is. Én úgy mondanám, te vagy ez a kincs számára. Minden megvan, ott van a kulcs is. Ő jöhetne hozzád, ő nyitott lehetne erre a párkapcsolatra. De valami fogva tartja őt, ahol úgy érzi, hogy az számára biztos, mert ott kiismeri magát. Fél egy új kezdettől. És most megtekintjük a következő kártyát, ami utal az érzelmeire. Ezen a kártyán láthatóak a kelyhek, és az szimbolizálja az érzelmeket. És ez azt mutatja számodra, hogy ez a férfi szeret téged. De nézd a tartását. Ott alul van három kehely. Az utal a múltra. Ott könnyek vannak, szomorúság. A jelenlegi helyzetét ez a férfi mutatja ott középen. És ez azt jelenti, ő most befele fordul, és elgondolkozik, töpreng minden felett. Ő egyedül van. Én még azt is mondhatnám, hogy néha magányosnak érzi magát. De fél egy új kezdettől, holott megvan a lehetőség, és ő élni fog ezzel a lehetőséggel, mert ott van felette a két kehely, ami érzelmekre utal, és rád, és rá. Itt nincs egy harmadik személy. És most megtekintjük azt a kártyát ott középen, ami utal a jövőre, és arra is, hogy mi köt össze benneteket. Ezen a képen látható egy királynő. És ez a királynő uralkodik a víz eleme felett, ami érzelmekre utal. Ott van a kezében az arany kehely, ezt át tudja nyújtani. Még vannak is félelmek, de bízik a mély érzelmekben. Ő így akar látni téged, vagy így tekint rád, mert az ő szemében te vagy ez a királynő. Kedves kék pillangó, így tudtam a kérdésedet megválaszolni. Köszönöm, hogy hozzám fordultál, kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!